Szakpolitikai kérdésekben nincs lényeges különbség Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között, legalábbis ez derült ki a szerdai tévévitán. A DK jelöltje két kulcsos esziat és európai minimálbért is ígér. Hogy mennyire fontos a miniszterelnök jelöltek programja, arról Dobrev Klárát kérdezzük. Aki itt van már velem szemben a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Ma a programokról beszélünk önnel is, és Márki-Zay Péterrel is, úgyhogy vágjunk is bele. Ön szerint mi a legeslegnagyobb különbség az önök programjai között? Én azt mondtam a nézőknek, hogy egy nagyon-nagyon lényegi különbség nincs, de azért mégis van. Ön hogy látja, mi a legnagyobb? Hát a legnagyobb különbség az az, hogy Márki-Zay Péternek azért egy markáns, jobboldali, konzervatív világlátása van, és ez a programok szintjén is megjelenik, majd mondok egy-két példát. Én meg úgy gondolom, hogy Magyarországnak most egy baloldali politikára van szükség, és a baloldali politikának van jelene is, van jövője, és egy sokkal igazságosabb Magyarország kell. Mennyire fontos most az, hogy a miniszterelnöknek, tehát önnek, vagy Márki-Zay Péternek mi a programja? Azért kérdezem, mert ugye az első fordulóban az már kiderült, hogy milyen pártok ülnek majd ott minden bizonyal, milyen frakciók, és akár ön lesz a miniszterelnök jelölt, vagy akár miniszterelnök, akár Márki-Zay Péter, együtt közösen kell a hat párttal kialakítani ezt a programot. Természetesen, de azért azt hiszem, hogy a miniszterelnök személye tekintetben azért, hogy mondjam, útmutatót ad, vagy irányadó. Az, hogyha a miniszterelnök egy markáns, progresszív, baloldali politikával megy előre, mert az országnak erre van szüksége, akkor úgy gondolom, hogy a kormány politikáját is errefelé tudja tolni. Én azt látom, hogy járok az országban, hogy én értem Márki-Zay Péternek azt a álmát, vagy azt a vágyát, hogy majd a kiábrándult fideszesek azok rá fognak szavazni. De én azt látom Ósztól Salgótarjánig, vagy Nyíregyházától Kiskunhalasig, hogy rengeteg ember vár igazságra ebben az országban, és arra a kormányra fognak szavazni, aki végre igazságosságot tud hozni ebbe az országba. Elég volt a 12 év gazdagokat támogató jobboldali politikájából. Egy markáns baloldali politikára van ennek az országnak szüksége. Milliókat fogunk elveszíteni, hogyha nem erre felé megy az új kormány, már pedig nekünk ezt a nagy többséget kell megszólítanunk az országban. Nézzünk egy-két konkrétumot, adórendszer. Itt azért van némi vita önök között, illetve Márki-Zay Péternek volt szinte minden párttal ebben vitája, több kulcsos adórendszer. Az ön adórendszerében hány kulcs lenne és milyen sávban? Hát az ellenzéki pártok megállapodtak abban, hogy a személyi jövedelemadó rendszerét az két kulcsossá alakítjuk. A felső kulcs, tehát a magasabb kulcs, az kifejezetten a magas jövedelműekre vonatkozik, tehát 1 millió forint fölötti jövedelmekre vonatkozik. A pontos számokról természetesen az előválasztás után, amikor a kormányprogramot összerakjuk, akkor meg fogunk állapodni. Márki-Zay Péter ugye azt mondta, hogy ő nem támogatja a több kulcsos adót, aztán most már megint támogatja a több kulcsos adót, ebben egy kicsit bizonytalan vagyok én is, hogy mi a legutolsó álláspontja, de ez igazságosabb kell tenni a személyi jövedelemadó rendszert is. Ugye ő azt mondta, hogy azért nem támogatja, de majd jön, és majd megkérdezem erről, mert hogy úgy fogalmazott, hogy ezt ki tudja használni a Fidesz arra, hogy ez adóemelés. De akkor az alsó kulcs a legkisebb keresetűeknek semmiképpen sem lehet több, mint ami hát semmiféleképpen, sőt, tovább megyek. Magyarországon a minimálbér terhelő adó az egyik legmagasabb Európában. Úgyhogy a legkisebb keresetűeknek pedig kifejezetten és nagyon csökkenteni kell az adóterhét, mert ebből problémák lesznek. Menjünk tovább, határon túliak szavazati joga. Itt van egy vita, vagy volt egy vita, és ez szinte sehol nem került elő. A Demokratikus Koalíció a kettős állampolgárságot megtartaná, a szavazati jogot nem, a Momentum azt is megtartaná. Ragaszkodni fog ez a Demokratikus Koalíció a tárgyalások során? Ugye nekünk ebben nagyon egyértelmű az álláspontunk. Tehát aki soha nem élt itt, nem is akar itt élni, az ne legyen, ne szóljon abba bele, hogy milyen a magyar egészségügy, a magyar adórendszer például, vagy a magyar oktatás. Ebben nekünk hosszú évek óta nagyon konzekvens az álláspontunk. Na például ebben is van különbség Márki-Zay Péter és közöttünk. De azt is el szoktam mondani, hogy okos kompromisszumot lehet hozni. Az, hogy a határon túli magyaroknak legyen beleszólása abba, hogy hogy alakul például Magyarországnak pont a határon túli magyarokkal szembeni politikája, hogy ne lehessen azt a politikai játékot üzni, amit a Fidesz, hogy a támogatásokat úgy adja, hogy csak a saját híveinek, csak a saját pártkatonáinak, a saját politikai szövetségesének, ahelyett, hogy eldönthetnék a határon túli magyar szervezetek, hogy kinek mennyi pénz jár, és ők hogyan akarják felhasználni a pénzt. Ebben valamilyen okos kompromisszumot kell kötnünk, de mi továbbra is azt gondoljuk, hogy ez úgy igazságos, hogyha azok szólnak bele Magyarország dolgában, akik ennek aztán a terheit is viselik.
Euróbevezetése. Ebben egyetértenek, a dátumban nem annyira, vagy ott látszott némi különbség. Ön azt mondta, itt is elmondta nekem többször, hogy a ciklus végéig meg kell teremteni a feltételeket. Márkizay Péter azt mondja, hogy ez néhány év alatt nem lehet. Költségvetési hiányt 3% alá kell vinni, beszéltünk már erről, az államadóságot 60% alá kell csökkenteni. Ezt meg lehet 2026-ig csinálni? Az euró bevezetésének a kritériumai is változtak azért az elmúlt években. Ugye itt az a fontos, hogy milyen pályán áll az ország. Tehát fokozatosan csökken az államadóság, fokozatosan csökken a költségvetési hiány. Hát most aztán végképp nem. Tehát amit a Fidesz művel, az egész elképesztő, a két nappal ezelőtti ázsiai banktól felvett hitel. Egész egyszerűen döbbenetes. Tényleg látom, hogy söprik ki a padlást, és elkezdtek rettegni. Én úgy gondolom, hogy az a felelős döntés, és ez szerintem jó lenne, hogyha ebben kompromisszumot tudnánk kötni, hogy a következő ciklus végéig el kell érni azokat a feltételeket. Meg kell teremteni annak a feltételét, hogy beléphessünk az euró előszobájába. Milyen árfolyamon lépne be például, ami jó lenne, ott az nagyon nem mindegy. Hát ezt most 2021. októberében nem tudom megmondani, hogy milyen árfolyamon fogunk belépni majd 2027-8, vagy nem tudom, amikor elérünk odáig. De azért egy valamit mindenki figyelje, vagy nézzen meg, és azért rázzuk már össze magunkat. Azok az országok, akikkel együtt léptünk be az Európai Unióba, azok már mind ott vannak az euró környékén. Hát Romániának, Bulgáriának és Horvátországnak is hamarabb lesz eurója, mint Magyarországnak. Ez én szerintem szégyen. De hogyha különbségeket keres, akkor éppen tegnap volt egy beszélgetés köztem és Márkizay Péter között a Greenpeace szervezésében, ahol nagyon előjöttek például a rezsiköltségek. És ott nekem nagyon határozott véleményem az, hogy a 21. században egy méltóságteljes élethez hozzátartozik az, hogy az a minimális víz, az a minimális fűtés, az a minimális villany, ami ahhoz kell, hogy méltó életet, hogy ne fagyjunk meg, hogy legyen egy villanykört, aminél meg lehet írni a leckét, vagy pedig, hogy legyen annyi víz, meleg víz, amiben lehet egy levest főzni, vagy meg lehet mosakodni, ez már a méltóságteljes élethez hozzátartozik. Ráadásul a Fidesz hazug rezsicsökkentése a leggazdagabbakat támogatja. Éppen, hogy a legszegényebbeknek ad kevesebb. Ezért sávossá kell tenni ezt a rezsiköltségeket, és a legalacsonyabb sávban pedig igenis ingyen kell adni, ebben is ugye ez nem az a rezsi támogatás, amiről beszéltünk. Sajnos be kell, hogy fejezzünk, és sajnálom, hogy tudom, hogy el kell mennie, ennyi időnk volt. Egy igent vagy egy nemet, holnap befejeződik az előválasztás. Most jelen pillanatban bármi legyen is a végeredmény, elfogadja majd a végeredményt? Természetesen. És meg fogom kérdezni Márkizay Pétertől is. Természetesen, és egyetlen egy célunk van mindannyiunknak, legyőzni Orbán Viktort, és utána lebontani a rendszerét. Erre szövetkeztünk, és én ezt fogom tenni mindenáron. Dobrev Klára, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.